Sziasztok! A mai videóban ezt a finom diótejet fogjuk elkészíteni. Ezt a finom a vaníliás diótejet pontosabban. Sokan azt hiszik, hogy diótej készítése az valami hatalmas vagy ördöngőség, vagy hát nem is tudom, biztos nehéz elkészíteni, mert ha bemegyünk a boltba, akkor tényleg aranyáron vannak ezek a növényi tejek. De igazából se nem nehéz elkészíteni, se nem egy nagy ördöngőség. De hogy hogyan is lehet elkészíteni, és hogyan is készítjük el, hát lássuk. Amire szükségünk lesz, az 20 deka dió, pontosabban 200 gram, hogyha esetleg gramban számolnátok, és 1 liter forrásban lévő vizet rá kell önteni. Júj! Ezt így bele is öntöttem. És ezt fogjuk most. És így lefedjük. Most másfél órán keresztül hagyjuk ezt így állni, és másfél óra múlva jövünk, és megnézzük, hogy hogy áll. Miután letelt a másfél óra, ezt így szűrjük le, mert azért valljuk be őszintén, nekem se lenne gusztusom ezt így ledarálni, leturmixolni, tehát ezt most először is szűrjük le, utána ismét felöntjük vízzel, és majd ugyebár azt fogjuk leturmixolni. Hozzáadjuk a titkos hozzávalókat, ami ebben az esetben édesítőszert jelent. Ez lehet cukor, méz, bármi, amit szerettek. Én a cukorra esküszöm jelenleg, mert az van itthon. Tehát jó sok cukor és vanília kivonat. Használhattok sima rendes vaníliát is, vanília rudat. Nekünk az nincs itthon, mert szerintem túlárazott, és nekem a vanília aroma is tökéletesen megfelel, de hogyha ti szeretnétek, akkor nyugodtan használjátok azt. Ezt rárakjuk, és jó alaposan, jó sokáig összeturmixoljuk. Ez a jó sokat, ez nagyjából olyan fél perc, úszkve egy percet jelentett. Kivéreljük ezt a kupakot. Leszedjük. És úgy, ahogy van, az egészet beleöntjük. Így. Összefogjuk. Ott is, mindenhol. Ne meneküljél, ne meneküljél. És gyakorlatilag elkezdjük nyomkodni, és itt alul átszűrjük az egészet. Szerintem ez a legidőigényesebb, amit ugye a konyhában töltünk. Szóval... De szépen jön ki belőle, azt kell, hogy mondjam. A végén azért már kell némi izom. Meg aztán elkezdjük így csavargatni is, hogy még több jöjjön ki. El is készültem vele, és ismeritek a szlogent, szóval kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, hogy még több emberhez eljusson a videó, és próbáljátok ki. Hogyha nem elég édes, akkor adjatok hozzá még édesítőszert, vagy ha szeretnétek, akkor fahéjat is lehet belerakni. Igazából bármilyen karácsonyi fűszert, vagy bármit, amit szeretnétek, azt rakjatok bele. Én most egy vaníliás változatot készítettem el, szóval remélem tetszik a videó, és elkészítitek, és addig is legyetek jók, és találkozunk majd hamarosan. Sziasztok!